azért csinálja. És kiszívja az összes hasznot a végponton lévő családoktól, meg a helyi közösségektől. A haszon nála jelentkezik. Amit aztán vagy külföldre utal, vagy ide-oda, oda, kezd el, amit. Mi meg az ellenkezőjébe állapodtunk meg. Mi azt mondtuk, hogy vannak a családok, és az ő összefogásukat fogjuk segíteni, a szövetkezésüket fogjuk olyan értelemben segíteni, hogy önállók maradnak, de összefognak a feldolgozásra, értékesítésre, mert akkor a teljes vertikumnak a haszna visszaosztódik a létrehozó családokhoz. Hát ezért tud az osztrák 30 hektáron olyan életet produkálni magának, amilyet produkál. Mert hogy a teljes vertikum haszna az övé. Nem csak a föld közvetlen az alapanyag meg előállításnak az a kicsi haszna, ami van, marad nála, hanem visszaosztja a teljes vertikumot. Ez pont ellenkező. Ez a kiszívás, az meg a visszaosztás. Tehát a családok helyett valahol egész máshova helyezi a profit központot. Na most, én kétségbe esettem, próbáltam módosítatni ezt az alaptörvényt. Nem sok szivárgott ebből az egészből ki, tehát az emberek mit sem tudnak erről, teljes a blokkád. És benyújtottam egy módosító indítványt az alaptörvényhez, amit nagyon zokon vettek, ugye hát nyilván, mert megpróbáltam visszaállítani azt a négy törvényt, amit mi előtt, amire megállapodtunk, és visszatetettem a családi gazdaságokat, és visszatetettem az összefogásukat. Tehát az eredeti négyet. Az én nagyszerű néppárti frakcióm leszavazta a bizottságba, tehát nem is került volna plenáris ülésre ez a probléma sem. Kétségbe esve az ember meg annyit már tanult ezen a terepen, hogy hát gyorsan megkértem két ellenzéki frakciót, tudjuk az a szabály, hogyha ellenzéki frakciók kikérnek módosító indítványt, akkor szavazni kell róla, akkor is, hogyha nem akarja a kétharmadot. Gyorsan Balczó Zolival beszéltem először, hogy Zoli, baj van, próbáljuk meg, kérjétek ki, és ők kikérték név szerinti szavazásra. És kértem még az ellenpéseket is, hogy ők is kikérték külön. Tehát két frakció kikérte a kormánypárti képviselő módosító indítványát ellenzéki frakció. Nagyon érdekes volt eset. De nem is ez ami mondandó. A név szerinti szavazáson döbbenetes volt hallgatni, ahogy arra az egyszerű kérdésre, hogy most akkor a családokat és az ő megerősítésüket akarjuk az alaptörvényben rögzíteni és segíteni, vagy az integrátor tőkés társaságokra teszünk inkább. Ez az én néppárti családbarát kormányfrakcióm, fideszestük, ADNP-stük ám, meg az én keresztényeim is, mind azt mondták, hogy a tőkés társaságokra. Leszavazták ezt a módosító indítványt, ott a videó, ha valaki előkeresi, megnézheti, és ami még nagyobb trauma volt, hogy ugyanazzal a hangsúllyal állt, hogy Orbán Viktor is mondott nemet a családokra és az összefogásokra, mint amilyen hangsúllyal ezt Mesterházi Attila is megtette. Nagy koalíció. Ugyanazt a maffia hálózatot szolgálja. Ha ezek közül választ bárki, ugyanazt választja. Csak más a retorika. Hogy mondjam el erre, és tényleg döbbenetes, amit az ember ilyenkor hát átél. András vagy Bercivel beszélgettünk, nem olyan régen Pécsen jártam, és ott van egy ilyen nagyon tiszteletre méltó közösség, Kellermeyer professzor körül. Berci mesélte az ő megrázó élményét Orbánnal kapcsolatban. Ugye ezek, én legalábbis nem nagyon tudtam ezekről a dolgokról. Amikor ő arról beszélt, mert ugye mostanában keresztény Európáról szokás beszélni, sőt Spanyolországban tartunk előadásokat arról, hogy a keresztény Európa miről is szól. Azt mondja, amikor ő annak idején kultuszminiszterként az Antal kormányban beszélt arról, hogy hát az oktatásban a keresztény értékeket újra vissza kéne hozni, vagy az erkölcsi normákat visszahozni, azt mondja, hogy nem tud szabadulni attól a képtől, és semmi okom nincs, hogy ne higgyek neki inkább. Azt mondja, hogy hátrafordult Orbán Viktor, és neki azt mondta, hogy csuhás térdre imához. Én készséggel elfogadom, és tényleg nem akarok senkit megítélni, hogy a damaszkuszi úton vannak fordulatok. De gyanakszom, hogy itt nem egészen erről szól a történet, hanem itt egy tágabb teret nyílt, hogy a magyarságnak vonzalma van ehhez a területhez, mint egy liberális megközelítéssel. Valószínűleg ez gyorsan fölfogta a fiú, és fölmérte a lehetőségeket. Még egy kis adalékot ehhez a keresztény elkötelezettsége az egész társaságnak. Szinte minden hónapban van a Hold utcában, a Balogh Zolinak a
ilyen elmélkedés a frakciónak. Hát mit mondjak, ha hárman, négyen a frakcióból, akik úgy szoktak oda járni, ott vannak, akkor sokat mondtam, inkább ilyen irodisták, meg nem tudom én kik, akik belülről érzik. A nagyfiúk közül szinte egyet nem láttam soha még ezen. Nem belülről jön ez. És én nekem egyre inkább az az érzésem, hogy ez egyfajta máz, egyfajta más szövegedés. Ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit csinálok. Ugye ez a szöveg, ez borzasztó volt. Borzasztó volt, mert ez az erkölcsi normáktól való teljes elszakadásra utal. No. Mi történik itt akkor? Tehát az alaptörvényt így módosították. Most integrátorok vannak az alaptörvényben, és hogyha olyan helyzet adódik, be fogja vezetni az integrátoroknak ezt a különleges státusát, nincsenek illúzióim, mert hogy onnan kapta a megrendelést. És azt hiszem, hogy akiket én itt soroltam, mert mondhatok itt még Mádl István, Dorogi Árpádot, a GSD csoporttól, ugye a Mezőfalvát ők privatizálták el, most már németé. Ugye ez egy külön történet a piszkos 12, hogy hogy vitték el, elképesztő. 2001 nyarán, a kánikulában, kicserélve az APVRT-be, meg a felügyelőbizottságot ezekben az állami gazdaságukban, négyen privatizálták Mezőfalvát, ami itt van a közelben. Kik privatizáltak? Azért ezt még idehozom nektek. És itt vannak a játékosok ma is. Zászlós Tibor volt akkor a vezérigazgatója ennek a állami gazdaságnak, aki a Baracskai Rabgazdaság MSZMP titkára volt a rossz időszakban, jó, ha tudjuk. De a polgári kormány alatt ő privatizált, ő volt az egyik. A másik MSZMP is az én korábbi egyetemi, mondjuk Agitprop MSZMP, Agitprop titkárom, aki később dékán is lett polgári időszakban természetesen, mert kiből legyen dékán, hanem a MSZMP Agitprop titkárából. A másik ő volt, és két fideszes, az egyik európai parlamenti képviselőnek a keresztapja volt, a másik egy másik fideszes. Két MSZMP és két fideszes. Együtt vitték el az utcot a helyiek elől. És aztán 2006-ban eladták egy németnek, gyakorlatilag ingyen vitték el, mert egy olyan konstrukciót találtak ki. 15 millió forintot kellett a másfél milliárdos cégre, de tulajdonképpen a piaci értéke 2 milliárd volt, akkor ez csak a könyv szerint értéke volt. 15 millió forintot fizettek be összesen, négyen. Az övék lett az egész cég. Azt eladták egy németnek. Most a német van a GSD csoport mögött egyébként. 30 ezer hektár körül van az a föld, ami nála van. Így ugyanúgy, 30 ezer hektár. Ennek egy jelentős rész állami föld, amit az államtól bérel. Ahol csak kérges tenyerű gazdáknak adnak egyébként. Ez a német is ebben a kategóriában tartozik, maga 30 ezer hektárjában. Azért is elmondom, mert most ez a Zászlós Tibor lett az Agrárkamarának a mezőgazdasági felelős alelnöke, helyettes vezetője, aki a családi gazdaságot fogja szolgálni, aki privatizálta, mondom még egyszer, azt a gazdaságot, amit akkor ő vezetett, eladta egy németnek, és a németnél az ő ZRT-ben, most ő a vezető, 9000 hektár állami föld, amit az állam ennek a társaságnak ad, 9000 hektár. Miközben Kishantos, talán hallottak róla, amiért be van ékelve, egy non-profit, közhasznú szervezetet, tájközpont, ami fejlesztene, azt szétdarabolták 10 részre, és szétszórták az egészet, és ledózerolják Kishantost a földre. Ennek a közepén, a 9000 hektárnak a közepén. Ez az a társaság, aki diktálja azt, hogy például az integrátoroknak ilyen előjogokat kell majd biztosítani, és nincsenek illúzióim, hogy ugyanezekből a körökből fognak az integrátorok is kikerülni. Ezek az urak gondolják, hogy ez az ország, ez az övék. Még a Hódmezőgazda, ZRT-ban, Hódmezővásárhely környékén. Ezek vittek el 15 milliárd forintot egy évben az agrárkasszából is. Alaptörvénynek ez a módosítás, amikor megtörtént, hát ez még egy elképesztő helyzet, és mutatja, hogy hogy működik ez az állam. Ez egy működésképtelen. Az alaptörvényben beírták, hogy a képviselőt nem lehet a tekintetbe utasítani, hogy hogy szavaz. Ők írták bele. És nem, hogy utasítanak, hanem amikor én nem szavaztam meg természetesen ezt a disznóságot az alaptörvény módosításban, akkor büntetést kaptam. Másnap megkaptam a frakcióigazgatótól a levelet, hogy kérem szépen fizessek be 250 ezer forintot. Én visszaírtam egy, nem tudom, barátságot, de azért intelligensebb fajta levelet, hogy akkor kérem levezetni ennek az alkotmányos megalapozottságát. Hogy fér össze azzal, hogy nem lehet utasítani a képviselőt.
Elképesztő. Elképesztő, és hogyha ebből nem tudjuk kiszabadítani az egész törvényhozásunkat, hát akkor vége van. És van rá sír kiszabadítani. Így van. Lesz mindjárt. Arra is beszélek, hogy mit kéne csinálni. Beszéljünk akkor a földtörvény a második ilyen dolog. Vagy talán előtte mégis aztán a földtörvényről, az agrárkamarai törvényről, meg az agrárkamarai választásokról, mert tétje van, és figyeljetek el. A következő történt, ugye mi egy alulról építkező kamarában gondolkodtunk, ahol a helyi közösségek felől építjük föl, és azokból lesznek aztán a megyei vagy az országos vezetői, akiket a helyi közösség delegálnak. Ehelyett a következő történt, 2012 nyarán, 4 nappal a parlamenti ciklus zárása előtt beterjesztettek egy kamarai törvényt, reggel 9-kor beterjesztették, este megújult a törvény. Pedig ez egy alapintézmény, és itt arról van szó, hogy fölülről építkezik a dolog. Egy megbízott társaság kapta meg a kamarát az alapján, akit a miniszter bízott meg. Borzasztó érzés, ez a másik nagyon nagy szomorúságom, hogy én azoknak a magas vezetőknek toltam mondjuk így a szekerétbe a politikába, akik elárulták a parasztságot. Mert hogy ezek a vezetők kerültek aztán az agrárkamarában, hogy gyakorlatilag ezek uralják, mert hogy úgy történt a választás is, nem is választás, hát választani két dolog közt lehet, ugye. Itt szavazássá degradálták a választást, mert hogy a hazafias népfront első időszakára emlékeztető a módszer, hogy egy lista van. Minek az a rengeteg válogatás? Egy lista van, ahol a delegáltak embereket és betette a magos ezekbe az érdekkörökből az embereket. Sokan meg is kérdezték, vagy volt, aki megmerte kérdezni, hogy hát ki küldte ezeket ide, hát bennünket nem is kérdeztek, hogy ezek legyenek a listán. Erre az egy listára lehetett szavazni. Az emberek óvatosak azért, mert ügyes a dolog, összesen 7% ilyen mentek el szavazni akkor szavazásra jogosultak közül. És ebből egy részük, egy 2%-nyi az érvénytelen szavazatot adott le, gondoljátok el, egy lista van, hát ugye egy helyre lehet egy X-et húzni, hogy is lehet érvénytelen leadni? Nem, ez egy tudatos, szerintem egy tudatos. Én elmentem, mert fölírják. De hogy én hogy szavaztam, az rám tartozik. Úgyhogy valahova a lapaljára, vagy a hátoldalára húzott egy X-et, az beadta. Ő ott volt, ezzel le van fedve a dolog. Így született a kamara. És így lett a Zászlós Tibor ennek révén aztán az alaelnöke a kamarának, ami majd a családi gazdaságot fogja képviselni természetesen, ki mást. És így lett Éder Tamás a másik alaelnöke, akiről beszéltem itt, a Bonafarm csoportnak a gazdatisztje, a húsosoknak a főnöke Magyarországon. De még ez semmi köze nem volt. Kötelező kamarai tagság van, tehát ez még egy ocsmányság a másik oldalról, hogy ha kötelező a tagság, akkor hát illene, hogy a tagságtól induljon el ez az egész folyamat. Na így született meg. Sőt, utólag törvényt módosítottak, a kamarai törvényt módosították, mert nem lehetett volna országos alelnök, mert megyei elnök is lett Fejér megyében ő az elnök. Ez a baracskai rabgazdaságos MSZMP-s. Nem lehetett volna ezért a Fejér megyei képviselőt, figyeljétek meg, egységesen beterjesztettek egy módosító indítványt, hogy ne legyen összeférhetetlen ez a két dolog, mert eddig összeférhetetlen volt. És visszamenőleg, miután már a Lászlós úr, az elvtársai úr, vagy mit tudom én már micsoda, ő lett a kamarának az országos alelnöke, igazították hozzá kicsit a törvényt. Semmi probléma. És az megtörtént. És hiába kapálóztál, semmi akadályt nem sikerült állítani. Ezzel ér szépen lezokorázták, mert ennek az érdekcsoportnak, a GSD csoportnak ott kell lenni ebben az egész buliban. Jó, kamarával annyit szeretnék mondani, a kamarai mezőgazdasági bizottság választások, hát fülbesugással, ahogy hallom, megy, hogy kik lesznek a jelöltek, lehet valamit tenni. Ugye a helyi közösség megtorpedózta néhány helyet, már most hallom Fejér megyét. Az Zászlós üzent, hogy kinek kell lenni az elnöknek ezekben a kamarai helyi bizottságban, az őségi bizottságban, és nem választották meg. Föl kell ébredni. Oda kell erre figyelni, mert nem lesz mindegy. Megmondom, miért nem lesz mindegy a kamarai mezőgazdasági bizottság. Mert azt a disznóságot is befogalmazták most a földtörvényben, hogyha a helyi földbizottság, amit a földtörvény mond, valami miatt nem jönne létre, mondjuk nem azok kerülnek be, akiket az urak elképzelnek,
akkor ez a kamarai bizottság veszi át a jogosítványait és dönt arról, hogy kinek lehet eladni a földet. Ott, helyben. Tehát egy dupla tartalék van. Először a föld, helyi földbizottságban, majd a földtörvény alapján próbálja a társaság bejuttatni az embereit, és megmondom, hogy csinálják. Mert ugye ott egy szavazat egy embernek, a helyi földhasználók választhatnak a helyi földbizottságba. Erre tessenek figyelni, mert nagyon fontos ez. És ez még ezután jön. És a helyi földbizottságban ez a testület, a helyi földhasználóknak a testülete választhat be 3-9 tagot, attól függ mekkora település. Akik azért fontosak, mert vétójoguk van, hogy kinek lehet eladni akár magánforgalomban majd a földet. Ezek egyenirányíthatják adott körök felé a földet, és csak annak adhatja el, ha felszabadul a föld. De itt mindenkinek egy szavazata van a választásnál. Na most, ahol többen vannak kicsik, hiába van 9000 hektárja ennek a trógernak, egy szavazata van. Tehát mit csinálnak? Szétdarabolják, és trómanokkal, meg egyebekkel, ezért van ez a rengeteg nyertes a pályázatokon. Mert sok nyertesre szétírják. Mondjuk a Kishantost szétírták, és 9-en vitték el. Az 9 szavazat ott a helyi földhasználóknál, mert vigyázz, nem a helyben élő lesz, aki a földbizottságban kerül, vagy aki szavaz erről, hanem a helyi földhasználó. Ma a föld nagy részét nem a helyiek használják. Lepsényben 80%-át nem a helyiek használják, ezt a konkrét példát mondom, hogy csak 20%-hoz jut hozzá, de 15 család, aki ezzel foglalkozik. A többit ezek használják, ezek a nagyok. De úgy próbálják ezt megoldani, hogy a pályázatokon sok-sok nyertesük van, de mind ugyanaz az érdekkör. És akkor ők bemennek a bizottságba, és ők fognak dönteni. Először is ők lesznek többségben helyben, és több településen is többségben lehet, mert ott is a fő a földhasználó. És utána ők választják meg a saját soraikból a földbizottságot, akinek meg jogosítványokat ad a földtörvény. Ugye egy elképesztő dolog, és még ezek után a politika arra hivatkozik, hogy a helyiek fognak dönteni, a helyi földbizottságok. Igen, csak abban nem a helyi gazdálkodó családok vannak, hanem a helyi földhasználók. Ez a jelenlegi földhasználati struktúra beégetése, ahol azok, akik ma használják, épp a helyiek elől a földeket, azok jutnak megint szerepelés helyzetbe. Ezért figyelni kell, örülök annak, hogy több településen megkontrázták ezt ilyen alapon, és nem sikerült betenni azt, akit pedig ez a jó ember oda akart küldeni. Nem akármi a kamarai mezőgazdasági bizottság sem, mert az veszi át, mondom még egyszer, a földbizottság jogosítványait, ha úgy minősítik, hogy sikertelen volt a földbizottságnak a fölállítása. Ezt el lehet érni, hogyha nem olyan az összetétel. Tehát mind a kettőre azt kérném, ez az egyik nagyon fontos dolog, figyelni kell arra, hogy a helyiek kellő számban vegyenek részt ebben a folyamatban, és lehetőleg a saját embereket be kell juttatni a helyi földbizottságba, a helyi kamarai mezőgazdasági bizottságba. Az legalábbis megnehezíti a dolgokat. A földtörvénnyel mi van? Ugye először is azt mondja, hogy külföldinek, könnyen mondja a miniszterelnök, hogy külföldi itt már pedig földet nem fog szerezni, mert a földtörvény azt mondja, hogy külföldi a nem tagállami állampolgár. Tehát a holland az nem külföldi, hogy értsük világosan. Vagy az osztrák az nem külföldi, mert az az európai közösség egyik tagállamának a polgára, tehát az ugyanolyan jogosítványokkal vehet itt földet, mint ahogy itt 100 éve itt vagy 200 éve itt élő családok. A különbség az az, hogy nem azonos a tőke erejű. Ugye hát annyit ajánl, amennyit akar, és biztos, hogy többet tud ajánlani, mint a helybeliek. A helyben lakást azt a Joachim Blum az elég jól demonstrálta, hogy meg lehet oldani. Sőt, ha kezdő, és ezt is mondom, a törvényben van, a kezdő mezőgazdasági vállalkozásnak számít, vagy ilyenként indul el, akkor neki csak ígéretet kell tenni, hogy majd letelepszik. Ha cége van, egy Európai Uniós cége van, akkor a cég jogán is jogosult erre a földszerzés. Tehát a tagjai a cégeknek, ha egy bizonyos arányban tulajdonosai ennek a cégek jogosultá válnak. Tehát gyakorlatilag 500
20 millió ember előtt nyílik meg májusban a földpiac. Kikre nem vonatkoznak még ezek a minimális korlátok sem, amiről beszélni szeretnék, az integrátorokra. Az üzemszabályozási törvény is kivehet az alól, tehát ami megmondja, hogy ha lesz egyáltalán, hogy mekkora birtok. Ott lehet más elveket is megfogalmazni, még nagyobb birtokokat lehet. És az állami földekre nem vonatkozik. Ugye ez egy döbbenetes, hát ugye az ott van 600 ezer hektár. Ezekre nem vonatkozik. Az NFA azt csinál, amit akar, és ahogy eddig csinálta. Ez a magánforgalmi földekre vonatkozik, ott a bérbeadásra és az értékesítésre, a piaci értékesítésre vonatkozik. Csak a jövőre vonatkozik. Nagyon fontos. Tehát az urak, mondjuk akinek 50 éves szerződése van, mert aki piszkos 12-nél 50 évre odaadtak a 9000 hektár mezőfarmának. Az hátra dől, aztán azt mondja, hogy ugyan már, majd jöjjenek vissza 40 év múlva, mert körülbelül akkor jár le a szerződése. Nem is érdekli a földtörvény. Őket nem érinti. Nem is tudom, miről beszél a miniszter, hát hogy azt mondja, hogy földet a gazdáknak. Jól hangzik, hát én is ezt mondanám. Azt mondja, földet a gazdáknak, de honnan van ezt a föld, hogyha egyszer ez meg marad ott, ahol volt, 50 évig vagy 20 évig. Hát itt 20 éves szerződéseket kötöttek, hátradőlve figyelik, hogy mit vitatkoznak itt erről a földüdőket, nem érinti. Tehát a jelenlegi birtok struktúrát bebetonozza mondjuk 20 évre, 15 évre. Érintetlen. Rájuk nem vonatkozik semmiféle megfelelési kötelezettség. Hogyan lesz ebből ugye a 20-80%? Ugye még ezt azért, hát honnan lesz? Mert ugye most 20-80% azt mondja, vagy 50-50%, és azt mondja, hogy 80% az majd a családi gazdaság. De majd valamikor a jövőben egy fejlődési folyamat lesz, amiből? Hát ott van a föld ezeknél. És az állami földeket ugyanezek kapják meg, így mindjárt is mondok egy-két adatot is a megyéknél. A helyi földbizottságról már beszéltem, de annyit hozzá szeretnék tenni, hogy a földbérletekhez még csak ez a helyi földbizottság se tud hozzászólni. Tehát arra semmiféle ráhatása nincs, hogy kik bérlik a földet. Itt az eladásról van szó, tehát erre vannak jogosítvány az értékesítésre. Az állattenyésztő telep mindent fölülír. Na most, ugye mond egyfajta sorrendet, és akkor a végén azt mondja, így szokták a törvényt csinálni, hogy jó, ez egy nagy ez a sorrend, de egyébként a gyermekíró az más. És akkor azt mondja, hogy az állattartó telep az más. Annak joga van, ezt a Csányi be is jelentette, hogy ő két hektár, számos állatonként 2 hektárra igényt tart, mert neki takarmánybázis kell. Nem akar nyilván alkudozni a helyiekkel, mert van ott, aki növényt termeszt, hát tudna neki takarmányt termelni, tehát mit kell alkudozni, jobb az enyém a föld is. Tehát ott nincsen ez a 20 kilométeres járkálat az országba, kinézheti a földet, és a kedvezményes terület nagyság az 1800 hektár. 1200 hektárt bérelhet helyben, vagy alanyi jogon, és hogyha még állattenyésztésre hivatkozik, akkor még kedvezményesen, még 600 hektárt. Na most ugye ezek a telepek, már csak olyan nagy telepeken van állatszint, tehát már máshol nincs telep. Ezek még általában nem is magyar tulajdonban vannak már, lehet, hogy először ezek privatizálták el a nagy szakosított telepeket, de azt eladták a külföldi olasznak, meg nem tudom, a hollandoknak, a kezében van. Tehát gyakorlatilag ezeket hozza helyzetbe azzal, hogy náluk mehet fölfelé. Na most még egy fontos dolog, ami itt a birtok méretnél, ebből a törvényből jön ki. Ez pedig az, hogy nincs semmiféle összeszámítás. Az első koncepcióban még bent volt, de ezt kifogásolta ez a nagy birtokos kör, és ki is vették onnan. Ami azt jelenti, hogy se családon belül összeszámítás nincs, tehát így a szétírás ez tökéletesen működhet, hát akármekkora lehet. Se érdekeltségem belül, tehát hogy van 100 000 cégem, és minden cégnek lesz joga bérelni ilyen mértékkel, ha van mondjuk állattartó telepe 1800 hektár. Tehát semmiféle felső korlát nincs, még csak arra vonatkozóan sincs korlát, ami eredetleg bent volt, hogy egy érdekeltség, egy település területéből legfeljebb 25%-ot szerezhet meg, hogy a helyieknek is maradjon föld. Nincs. Tehát se települési korlát nincs, se összeszámított családon belüli, vagy érdekeltségen belüli birtok maximum nincs.
Ráadásul a megyei adatok olyanok, hogy össze sem tudott fésülni. Én véletlenül találtam meg a Budainak a rokonságát Nyírségben is, meg Borsodban is. Három cégen keresztül 1050 hektárt vittek el most az állami földekből. Tehát nincs egy összeszámítás, hogy a megyékben azt ma senki nem tudja megmondani, és nem is akarnak ilyen adatbázisra, ahogy látom, csinálni, mert minek. Hogy mondjuk Franz Josef Straussnak hány hektár földje van ma Magyarországon. Pedig ez egy alaptalom lenne, nem? Hát ha valamit ellenőrizni akarunk, akkor tudnom kéne, hogy kinek mennyi van a kezében. Nincs ilyen, semmiféle ilyen összeszámítás nincs. Foglalkoztatás eltűnt. Korábban ugye a nagybirtoknál azt mondták, hogy de hát az foglalkoztat, akkor erre azt mondta a törvény első verzió, hogy na jó, hát akkor bizonyos terület nagyság után ennyit kell foglalkoztatni. Eltűnt. Tehát nem kell. Pedig ugye azt mondtuk, hogy hát a föld eltartó képességéről van, szóval egy munkát akarnánk adni az embereknek, nem? Hát nem közmunkán kéne, nem tudom, már 200 ezer embert elkapirgáltatni az erdőben, nem? Hát itt az erőforrás. És hát azt szeretnék, hogy sok ember megéljen ebből, ebben meg is állapodtunk. Nem, nincs ilyen kötelezettsége sem. A földszerzési maximum az ugye, ezt elmondom azért, 300 hektár formálisan, de hát minden családtal, aki nem egy családba számít, és összeszámítás nincs, hát szerez 300 hektárt, az egy elég, egy népesebb családban az egy elég rendes birtok. A birtok maximum, tehát ez a földszerzési maximum a 300 hektár, a birtok maximum az 1200 hektár, ebben a bérelt földek meg a saját tulajdonú földek is benne vannak. Úgy, hogy itt sincs összeszámítás, tehát itt is minden családtagnak, mindenki földműves lesz a családban, higgyék el. Tehát itt a nagypapa, nagymama, a gyerekek, mindenki földműves lesz, és alanyi jogon 1200 hektárig elmehet. És a kedvezményes birtok maximum ez az 1800 hektár, tehát ezt a három fogalmat használja a földtörvény. Itt pedig az állattartó telepekről van szó. Nincs felső korlát, még ez a minimum se, tehát ez az 1800 hektár, meg 1200 hektár, például a pénzintézeteknél. Ez egy súlyos fenyegetés. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a lakásmafia volt, a bankok, ahogy bedöntötték a hiteleket. És elárverezi a, mondjuk van egy gazdaságnak hitele, a föld alapján vette föl, vagy a birtoka alapján kötöttek vele hitelt, jelzálogot vagy más módon, nem tudja fizetni, a bank valami minimális áron beszámítja. Tehát mondjuk negyed áron a piacihoz képest, és utána ugyan egy éven belül neki értékesítenie kell, de ő már majd a piaci áron fogja értékesíteni. A haszna a bedőlt kisebb érdekeltségeknek az ott marad a banknál. Ezt deklarálja a néppárti földtörvény, hogy a bankoknál, a hitelintézeteknél a földszerzésnek nincs felső határ, nincs maximum. Ez kiveszi ebből a maximumból is. Nincs települési maximum, ezt már mondtam. Nincs földminőség, gondolják el. Tehát nem is gondolná az ember, hogy egy földforgalmi törvényben nincsen aranykorona. Én tudom miért, mert ugye a Fejér megyei 40 aranykoronásból is ugyanazt a nagyot akarja megszerezni. Eddig volt 6000 aranykorona, hát az gyorsan összejön ott a 40 aranykoronásból. Meg most ebben a törvényben a futóhomok bugacon az ugyanannyit ér, mint a Fejér megyei. Nyilván a jó főtekből sokat akarnak. Tehát másra nem tud az ember gondolni. Eltűntek a nemzeti programok a föld alapból, tehát nincs demográfiai földprogram, földigénye, ökológiai gazdálkodás, népfőiskola, tájközpontok, semminek nincs föld alapja, sőt, dózerolják le az ilyenek. Ez egy jól körülhatárolható értékkör, aki ezt ilyen törvényt fogalmaz. Ezek a játékosok. Na most, hogyha ez nem tudatosodik, és nem próbál valamit kezdeni magával ez a nép, és ezt elfogadja így, akkor a Csák Máték földje következik, ahol az urak fogják diktálni, legfeljebb cselédként dolgozhat a fiat meg az unokát ezeknek az uraknak a földjén, akik szétrabolták az országot, és most ők diktálják a politikát. Le kell választani erről a rendszerről az államot, és ezt az egész törvényhozást, meg a költségvetést, minden egyet. Ha szabad, akkor mondanék a megyékről, hogy hogy áll a földbérlet, jó? Mert azt hiszem, hogy most közvetlen érint. Sokakat érinthet, és akkor miután három megye határán vagyunk, akkor a három megyére mondanék egy-két adatot, hogy kik a játékosok mennyit vittek el, és a többi mennyi van még
hogyha szabad, akkor itt most leülnék, mert muszáj néznem, hogy itt van a... Körülbelül a hétvégén, még karácsony előtt szeretném nyilvánosságra hozni ezt a 5. földjelentést, ez a neve. Ki legyen a Föld honlapon lehet megtalálni. Ott vannak az eddig úgy hívják mostanában, hogy Ángyán jelentések. 4 csináltam eddig, most az 5. készül, és miután a Földek egy jelentős része most ősszel kerül majd még most kalapács alá, ezért évvégi határidőben még egy 6. szeretnék letenni. És akkor az én lelkiismeretem legalább nyugodtabb. Tehát az utókornak is, meg mindenkinek, hogy mi zajlik itt, és milyen az utazás folyik ehhez képest. Akkor mondanám, hogy eddig 1582 pályázat volt összesen eredményes. Én a szeptember 1-et húztam határidőre, mert való meg kell húzni a határnapot, és elég nagy munka földolgozni ezeket, mert szétszórtam vannak. Tehát nagyon nehéz összerakni ezeket a képeket. Tehát így értsétek mindig az adatokat, hogy ez év szeptember 1 az a határnap, addig mi van. 1582 szerződést kötöttek, ezen kívül 508 eredménytelen volt az országot, mondom, és visszavontak 179-et. Most, hogyha megnézi az ember, hogy mik voltak eredménytelenek, vagy visszavontak, nagyon sok olyan területet találok, ahol más megoldást találtak, például itt az ágféle földek, azok egy része az ilyen volt. Tehát valószínűleg nem azhoz jutott volna a Föld a pályázati úton, ahova kellett, de durván mondom. Éppen ezért visszavonta a pályázatot, és inkább odaadta valami más módon, annak, akinek kell. Nem tudom, hogy az ágúknak vannak itt képviselői, akkor mondják meg, hogy itt én beszélni fogok az ágféle földekről is. Van itt valaki, a helyi nagybirtokos, vagy a somogyi nagybirtokos úrnak a képviseletében, akkor szóljon, mert akkor neki közvetlenül is tudom adni az adatokat. De vigyázz ideket mindenki, szóval. Itt szoktam egyébként üzenni, lehet üzenni. Nagyszerű, hogy általában szoktak megfigyelők lenni, és mert hát legalább nem mentemondából értesülnek. Valamikor besugónak hívták, most sejtve egy szimpatizásoknak hívják. Hát ezt mondd te, mert engem beperelnek ezért, hogy így mondom, de igazad van, tehát egyet értek. Nem mondom. Ezt sejtve egy szimpatizásnak mondják, az nagyszerű. Jó. Na, tehát 508-at eredménytelenek minősítettek, és 179-et visszavontak. Folyamatban van nemzeti parkoknál még 1000 pályázat, tehát rettenetesen nagy mennyiség most fog következni. A földalapnál még 3300 pályázat, tehát sok van most terítéken. Tehát 4292 még, ami folyamatban lévő pályázat, az összes pályázat, amit eddig kiírtak szeptember 1-ig. És vagy volt már eredménye 1582, vagy még nem. Az összesen 6561, tehát mondjuk 6600, akkor így könnyebb megjegyezni ezt. Ennyi pályázatot írtak összesen eddig. Most talán még a területeket mondom. Az eredményes pályázatokkal eddig 32.306 hektárt osztottak ki. Ezek mind tényadatok az NFA honlapjáról, tehát nagyon ezt nem is szokták cáfolni, mert cáfolhatatlan, a saját adataikat dolgoztam föl, ez a lényeg a dolognak. Csak összeraktam a képet, amit úgy szórtak szét, hogy senki már a földi halandó azt nagyon nehezen rakja össze, ha csak nem erre fókuszál valaki, hogy összerakja ezt a képet. Tehát 32.300 hektár, és ennyi volt összesen eredményes. Mindösszesen kiírt föld eddig Magyarországon a 197.925 hektár. Tehát miután eddig csak 32.000-et osztottak ki szeptember 1-ig, a zöme az most zajlik. Nagy földek vannak, általában nagyobb blokkok. Tehát most jönnek az igazán nagyobb falatok, bár itt is már elvittek szép nagy darab földeket, azok, aminek el kellett vinni. Akkor egy picit arrébb megyek, és a megyék közül a legtöbb földet eddig, talán ezt még mondom, Borsodban és főleg Fejér megyében írták ki, ott indult ez az egész, és ott voltak az első cirkuszok is. Ahogy látom, és Fejérről majd még szeretnék még egy-két adatot is mondani, ahogy látom, egyes körök pontosan tudták még a pályázat kiírása előtt, hogy az övék lesz a föld.
mint Mészáros Lőrinc beruházásokat indított, és elkezdte művelni a volt csákvári földeket, mert már tudta, hogy az az övé lesz. A csákvári, amik nem tiltakoztak, mert ők is tudták, hogy a Lőrincé lesz az a föld. Tehát az a benyomás az embernek, hogy, és azért mondom, hogy Fejér megyébe indult ez az egész ügy, hogy ott egy teljesen világos, előre lezsugázott kép van, nem is akármilyen szinten lezsugázott kép, erre nekem több irányból megerősítés jött, hogy hogyan történt ott előre leosztása a földeknek, és ahhoz képest a pályáztatásnak is jelent. Tehát 6500 hektár volt Fejér megyében, most akkor Borsodban volt 6200, Tolnában még keveset hirdettek szeptemberig ki, Tolna megyében összesen 352 hektárt hirdettek ki. Azt egy elvitte, mindjárt mondom, hogy ki, itt vannak aztán a részletes adatok is. Somogyban 1700 hektárt durván hirdettek, ott is mindjárt mondom, akik a játékosok. És akkor még, ugye, mondtuk Fejér megyét, Somogyot, Tolnát, tehát akkor most már nagyjából bekerítettük. Körülbelül ennyi területet osztottak eddig ki ezekben a megyékben. Akkor már nem akarok itt minden, mert csak egy-két dolgot ebből. 100 hektár fölött az országban, tehát mondjuk a nagy játékosok. Összesen az egész országban 67 érdekeltség vitte el a földeket. Ez az összes pályázónak a 7,3%-a. És ez a társaság, tehát a 7%-a a játékosoknak 54%-ot vitte az összes földből. 54%-ot. A felső 7% elvitte több, mint felé a kiírt földeknek. A 20 hektár alatti, akinek az a szerepe, hogy az átlagot javítsa, hogy a miniszter elmondta, hogy 20 hektárt adunk a kérges tenyerűnek. 20 hektár alatt nyertek 918-an, vagy 614-en, tehát ez az összes pályázó, eddigi pályázónak a 2/3-a. Itt talán. A 2/3 szerezte meg a 14%-át a földeknek. Na most ez egy abszolút egyszerű trükk. Így szépen nyugodtan mondja a miniszter, hogy 20 hektár. Csak nem mindenki, és nem mindenki egyszer 20 hektár, amíg annyi is lenne. Mert hogy vannak, akik 20-30-40 nyertes pályázattal rendelkeznek, ahogy ezt mondta, a Lőrinc ugye a cége csak maga 22 nyertes pályázata volt. Most akkor a legnagyobb, és csak már csak a 300 hektár fölöttieket mondom a játékosokat, ezek közt szerepel ugye Fejér megyéből a csákváriak, ezt említettem, 30 nyertes pályázatuk van, csákvári vezérkar, és 1829 hektárnál tartanak. Benne a mama is persze, tehát akit említettem, hogy 20 évre kapott 80 évesen bérletet, hát eléggé előre haladott korban lesz, mire lejár a földbérleti szerződése. Esetleg egy hosszabbítást kérne. Második Mészáros Lőrinc, országosan mondta, tehát a Fejér megyéből van az első, második, Mészáros Lőrinc és családja, a Buzakalász 66 Kft. Ugye 1010 hektár, Mészáros János a testvér, akivel közös a cége, de azt mondták, hogy nem számíthatom őket össze, egy cégük van. Ő még ehhez 223 hektár, és Mészáros Beatrix, aki hát ott háztartásban jött a Lőrinccel, őt sem szabad oda számítani, ez nem egy érdektől. De együtt ugye ez a három, főleg a cég 1000 hektár fölött, 1327 hektárnál tart, Felcsük polgármestere, építési vállalkozó, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke, hogy még egyszer rögzítsük, hogy kiről van szó. Aki egyébként most került be a leggazdagabb 100 közé. Tehát azt mondják a helyiek, hogy 10 éve még egy rossz ladával szalagál. Na jó, tehát ő a második helyezett, hogy az országos nagyjátékosokat mondjam, és aztán mindjárt a három megyébe is mondom. Gerzsánszky Lajos a harmadik, és családja három Kft-vel, három tőkés társasággal, ez a budainak nem rokona kategória. Tehát ugye az unokatestvére nem számít annak szintén. Természetesen, hát, ha a gyerek nem számít, meg a feleség nem számít, akkor természetesen az unokatestvére számít. Na ez az úr, ez három céggel összesen 1050 hektárt szerzett meg, kettő ebből Borsodban van, egy a Nyírségben, tehát az a Szabolcsban.
És van még egy 1000 hektár fölötti játékos, ugye ezek mind KFT-k láthatóan, tehát cégekkel, nagy cégek, nagy érdekeltségekről van szó. A negyedik pedig a Héja testvérek, jók ezek a nevek is, mert a Gerzsánszkinek az egyik cégét úgy hívják, hogy Karmopol. Nagyon tetszett, tehát ötletes nev. Karmopol. Ezeket meg Héja testvéreknek hívják Csongrád megyében. Ők 1014 hektárnál tartanak. Na most mindjárt hozzáteszek valamit. És ezt talán a Héja testvéreknél mondom, de mondhatom a Karmopolnál is. Akik a pályázatokon nyertek, azok közül nagyon sokan megbízási szerződéssel is nyertek. Ugye ez a másik fajtája, a nem bérbeadásnak, hanem a földjuttatásnak. Amikor ki sem írom pályázatra, hanem hát annak adom, akinek akarom a kategória. És annyiszor, ahányszor akarom, mert gyakorlatilag így néz ki ez a dolog. Nos, ez a bizonyos Héja testvérek társaság, ez még 107 darab birtoktestet kapott az államtól, az 1014 hektáron kívül. A Karmopol, az pedig még 34 darab ilyen birtoktestet a megnyert 1050 hektáron fölül. Ugye ezek a tipikus családi kategóriába tartozók, amitől a miniszter úr szokott beszélni. Ez mind-mind 1000 hektár fölött kapott, akit eddig mondtam. Nagyon nem is mondanám, hanem menjünk akkor inkább. Itt van, 7. helyen van egyébként Ág János barátunk, gratulálok. Majdnem olimpiai pontszerző, mert 6-ig osztanak, ha jól tudom, mert lehet, hogy most már 8-ig osztják. Tehát Szabó Csaba mondta, hogy nem a vesztesekkel, a nyertesekkel kell foglalkoznunk, hát akkor én gratulálok, mert Ág János és családja országosan a 7. helyen van. Ág János, Ág Jánosné, Ág Tamás és a sógor Csincsi József. Nem tudom, mennyire ismerősek a játékosok, mondom itt helyben, többé-kevésbé ismerősek a játékosok. Pályázati úton 503 hektárnál tartanak, amit szeptemberig nyertek, és hát itt mindjárt mondom, hogy Ág János további 192 darab állami birtoktestet kapott megbízási szerződéssel. Ugye ezek a megbízási szerződések, ezek Somban vannak részben, illetve Bábony-Megyeren. Som, Bábony-Megyer. A nyertes földjeik is ugyanezeken a területeken vannak, tehát gyakorlatilag letarolták a két települést, ők elvitték, ott nem vacakolnak. Gyakorlatilag ott helyben nem hiszem, hogy maradt sokát, aki Somból jött, vagy onnan jött, akkor talán tud erre mondani valamit nekünk, hogy mi maradt nekik. És pályáztak-e, vagy nem, aztán jutottak-e valamire, vagy sem. Én egyébként döbbenetes, tényleg olvassa az ember a nyilatkozatot, hogy például ennek a jó embernek, én nem ismerem őt, tehát semmi bajom egyébként vele. De hogy azzal dicsekedjen valaki, hogy ő börtönben is volt már, hát én ezt nem tapasztaltam. Ez nekem egy új dolog. Ez érték? Ezzel azt akarja mutatni, hogy egy olyan fickó, aki nem tud akárki átgázolni, ez a fehér hajú hogy képzeli, hogy jöttem, majd ő jöttem valamihez jut. Ő megmondta neki, hogy ne szórakozzanak az elefával, le kell zsugázni, de nem fogadták meg a szavát. Ő neki, aki egyébként már börtönben is volt. És ezt ő mondja, hogy nem erőszakért, én már börtönben is volt. Hát micsoda világ ez emberi? Hát micsoda világ ez? Nem? Hát én nem találok erre szavakat. Ez az, amikor az erkölcs eltűnt, az értékek eltűntek, és csak más szempontok érvényesülnek. És az állam ehhez azt hiszta, hát hogy van ez? Akkor menjünk, nem tudom, melyik Fejér megyét nézzük meg még, vagy melyiket Tolnát. Nézzük először Tolnát, hogy a Tolnában vagyunk, hát akkor nézzük először Tolna megyét. Ugye ott oda kell menni, akkor Tolnai részen, mert nem mondtam még ott, igazad van, ott a játékosokat be kell név szerint mondani, tehát be is fogom mondani, mert nem szoktam elhallgatni. Itt meg is találjátok majd az összes adatot. Tehát NFA azonosítókkal, beazonosíthatóan minden pontosan, dekár, annyi aranykorona értékkel, meg mikor nyert azt, minden itt van. Akkor nézzük Tolna megyét. Belenézünk itt, hogy hogy áll Tolna megye. Tolnában azt mondtam, hogy viszonylag kevés föld került még hát bérbe szeptember 1-ig. Viszonylag kevés földet is, mindjárt egy pillanat, mondom, nekem, most nem tudom a szemüvegem, mert mit csinálják, mert valahogy Tolna megyéhez kell mennem, Tolnában. 62 darab eredményes pályázat volt eddig összesen Tolnában.
és 7 eredménytelen. Folyamatban van 78 birtoktestnek a bérbeadása. Ebből 26 a Duna-Dráva Nemzeti Parkos terület, mert ugye itt a Nemzeti Park is játszik, és 52 a Földalapna NFA-s terület, tehát összesen 147 blokk. Viszonylag kicsi ez a többi megyéhez viszonyítva, de ugye a bérbeadott területet is mondanám, ez 352 hektár eddig, és folyamatban van még 1930 hektár. Tehát azért ez még egy olyan földalap, ami nem mindegy, hogy hova kerül nyilvánvalóan. Akkor nézzünk a játékosokat. Ugye 100 hektár fölötti ezeket szoktam, én egyetlen egy van. Ugye ez a Csike Celler Szalai triumvirátus. Itt vannak? Van valaki közülük? Csak mindenki ismeri. Nem mindenki ismeri. Jó, tehát Csike Szabolcs, aki saját jogon 58 hektárt, és a Csike Celler Szalai polgárjogi társaságként 60 hektárt, tehát 118 hektárt nyertek eddig. Nem kell bemutatni őket, akkor én nem beszélek, de ők azok, akik ugye itt mindenkiről van szó nyilvánvalóan. Na most, hogyha az arányokat megnézzük, ugye a bérbeadott terület, az érdekeltségeknek a 2,2%-a, tehát elég alacsony kör, és ez szerezte meg az eddig bérbeadott területek 37,6%-át, tehát ők. Ugye érdekes ez, mert az ezt megjegyzem, hogy lehet befogni emberek száját, hogy adok neki kisebb-nagyobb földet. Ugye érdekes, hogy a ökológiai gazdálkodóknak az Országos Szövetsége miért nem áll ki a kishangos ledózerolása ellen, pedig hát az egyik legkomolyabb központról van szó, a fejlesztések zajlottak. De én ezt tovább nem kommentálom, aki tudja, kik a játékosok, ez csak egy ilyen kósza megjegyzés, hogy hogyan lehet leszerelni az ellenállást bizonyos körökben. Kisebb vagy nagyobb földet lökünk nekik, látom sok felé. És aztán az a kismama, aki kapott 2 hektár földet, a Tisza partján kiáll a miniszterrel, még hát a gyerek is ott van a karján, és elmondja, hogy milyen nagyszerű az ő kormánya, kapott végre 2 hektár földet. Miközben 1000 hektárt vittek el a héjáig a háttérben. Tehát körülbelül így zajlik a dolog, és ez egy kiárt technológia, tehát ez kidolgozott technológiája van. Sokaknak apróságot lökni, és akkor ők fogják legitimálni a nagy trógerséget. Ők védik maguk a rendszert, szerencsétlenek. Miközben az 1000 hektár is nekik járna, vagy közöttük kéne szétosztani. Ez a technológia. Keveseknek, nagyon sokat, sokaknak nagyon keveset vagy semmit. Én ezt látom ebbe az egész rendszerbe, mint szisztémát, hogyha már keresi az ember a szisztémát. Most 20 hektár alattiak vannak 45-en eddig a megyében, tehát ez a 95,6%-a a játékosoknak, és ők 57%-ot szereztek meg ebből a területből. De mondom, ebből a 300 hektárból még nagyon messze menő következik, és legfeljebb a legnagyobb rakonatkozón ezért le lehet vonni, és hát azért is említettem, hogy kiről van szó. Azt is érdekes megnézni, bár ezt most talán inkább Fejér megye példáján, vagy Somogy megye, Fejér megye példáján mutatnám meg, hogy hova kerül aztán, honnan pályázva sikeresek az emberek. Mely települések viszik el a föld hasznát, mert ez azt jelenti azután. Nem tudom én még, ugye 1900 hektár még Tolna megyében folyamatban van, tehát ott még azért lehet mozgástér, sok illúzióm nincs, inkább azért nem hirdettek még eredményt valószínűleg, mert nem tudnak megegyezni, ki él legyen. Ezt látom sok felé, hogy azért megy a húzavona, mert hát a különféle oligarchák, mafiózók és kiskirályok még nem egyeztek meg egymással, hogy kinek mennyi jár ebből. És aztán a maradék 15-20%-ot azt kell szétszórni az emberek között, úgyhogy ez nem nagyon tűnjön föl. Én szerintem azért nem hirdettek még itt ezekben sem eredményt. Ugye a helyi lakosokat szoktam nézni, hát itt most ebből a 300 hektárból még erre nem szeretnék következtetni, mert ez nem sokat mond. Általában az országban a helyi lakosok 25%-nál nem többet tudnak megszerezni. Ők tényleg ott helyben lakók, és nem oda települtek, vagy épp ezért telepítették oda a cégüket. És még akkor talán Fejér megye érdekes valakinek, mondjak még, vagy Somogyról? Somogyot nézzük meg, akkor Somogyot még, akkor Somogyban egy kicsit nézelődjünk, Ágúron kívül is.
türelmet kérek, mert valahogy rá kell találjak ezekre az adatokra. Somogy az is, én is Somogyi vagyok egyébként, úgyhogy akkor nézzük tényleg Somogy megyét, igaz. Somogyban 85 eredményes pályázat volt eddig, 9 eredménytelen és 3-at vontak vissza. Folyamatban van viszont még 254 pályázat, ami nem hirdettek eredményt. Ebből 51 részben a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik, illetve a Dunadráva Nemzeti Parkhoz tartozó területek is vannak, tehát ebből 51 ilyen, de 203 NFA-s blokk van még folyamatban. Folyamatban van még 10.800 hektár Somogyban, nem mindegy, hova kerül az a 10.000 hektár. Ebből 2.000 hektár nemzeti parkos terület és 8.800 hektár az, ami az NFA hatáskörében lévő terület. Eredményes pályázat az összes kihirdetettből csak 13% volt eddig, a többi az még folyamatban lévő dolog. Tehát ugye az ember, ugye a remény hal meg utoljára, még reménykedik az ember, hogy ez most már nem így folytatódik, csak illúziói nincs, egyre kevésbé vannak az embernek ezzel kapcsolatban. Akkor említettem, ugye első helyen van, most nem is tudom, hogy hol lakik, aki itt van, a Árul. Mert ugye itt van pályázat a Bábony-megyerről is, aztán Siófokról is, meg Somból is. Siófokon laknak? Siófokon laknak. Is. Jó. Na, mindez, szóval vannak ilyen furcsaságok, hogy azt sem tudod megállapítani, hogy hol van az illető már helyileg, de valószínűleg Bábony-megyer is játszik itt, nem? Tehát Bábonyi, nem? Na most ő 12 nyertes pályázata volt, neki is nyert minden pályázata, tehát ez az a kategória, ahol általában nem szoktak véletlenre menni. 6800 aranykorona az, amit itt pályázati úton vitte durván, és 503 hektár. Ugye ez a megyében bérbeadott területnek 29,7%-át, tehát több mint egy negyedét a megyének, azt nem kell vele vacakolni tovább, mert Árulát elintézte. Mondok még kettő, aki 100 és 300 hektár között van, a Klessens Group Companies Somogyszob. Ismerős a Klessens Péter, ő állítólag Belgiumból települt ide. Egy belga érdekeltség lenne a dolog. Nagy a tádon vitt földeket, nem tudom, az a Dél-Somogy, nem tudom, hogy itt van-e valaki arról a környékről. És egy, a saját jogon is a srác, aki vezeti, vagy úr, nem tudom, nem ismerem. Tehát Klessens Péter a saját jogon is, az Agrár Kft. Révén is. Tehát ők 161 hektárt vittek el a megyei területből, már pályázatos úton. És a Lajos Komáromi Tejtermelő Kft., ami egy külön történet, ez a Lajos Komárom, ugye az én nagy kedvenc barátomnak, Raskó Györgynek a szüke pátriája, aki annak idején ugye privatizálta a Lajos, nem tudom, Lajos Komáromok vannak itt, vagy de ismerős a történet, ugye privatizálta a Lajos Komáromi TSZ-t, és akkor utána eladta egy bányának a telepet, aki most nyertes, és mert veri az asztalt, hogy neki főt kell, mert hogy azt nem adott vele a Raskó. Bánya vette meg a tehenészeti telepet, most meg arra hivatkozik, hogy nincs földje, micsoda dolog ez, és az állattenyésztés a takarmány területe. Na tehát ez most a harmadik itten Somogyban, Lajos Komáromi Tejtermelő Kft.-nek hívják, ebből a bányából lett tehenészete tulajdonképpen, fejlesztési forrásokat, minden egyebet is kap. Ugye ő pedig Ádám Nagyberény Siójút Som, ez az a terület, ahol mozognak, itt 105 hektárt nyertek most a pályázaton, de mindjárt megnézzük azt, hogy a Lajos Komáromi Tejtermelő Kft. Pályáztatás nélkül is 26 darab birtoktestet még megkapott, tehát közvetlenül nem kellett pályáznia rá. Ez a mondom még egyszer, az a bánya, aki megvette a Raskótól annak idején a lakott holmit. Na, talán a településeket is, hogy hova kerül, de hát az tudható, ugye a nyertesekből kiderül az, hogy mely településekre is vándorol, hol mennyi helybeli nyert, helyben lakó. Ha most az ilyen odatelepülteket is úgy vesszük, mint helyben lakókat, akkor Somogyban 34,8%-át szerezték meg így összesen helyben lakók. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a kétharmadát Somogyban sem helyben lakók szerezték meg, hanem hát ugye felénk, ugye a nagyanyám még somogyszobiak voltak, vagy a gyütmentnek mondják, gondolom az erre felé így mondjuk ma is.
akkor még annyit, hogy ahol nem jutottak egyáltalán helybeliek földhöz, tehát a vesztesei a dolognak, ahol kiírtak helyben földet, de helybeliek egy dekát nem kaptak. Ugye erre szép példák vannak országosan is, de itt bolhásiak nem nyertek, nem tudom, pályáztak bolhásiak, vagy ez is Dél-Somogy ugye. Ez az első, aki a legtöbbet vesztett, aztán Kálmáncsa szerepel, még itt Hetés, Nagy Szakácsi, Pusztakovácsi, Nagyberény, Ordacsehi, Borrog Ádánd, ahol voltak helybeli kiírások, de helybeliek nem. Most azt nem tudom megmondani, hogy pályáztak-e, mert az meg titkos, hogy hogyan pályáztak. Ugye az egész rendszerben az a szép, hogy az egész titkos. Tehát meg se nézheted, hogy a konkurencia mit csinál, miért nyerte. Annyit kap a levélbe, aki nyert, vagy nem nyert, aki nem nyert, hogy ott jobb ajánlat. Oszt jó napot, ahogy ezt szokták mondani bizonyos körökben. Tehát semmiféle indoklás nincs egyébként arra vonatkozóan, hogy miért pont ők kapták meg a földet, jobbak vagy nem. Én nem is tudom ellenőrizni, mert nincs összehasonlítás. Fellebbezésnek meg helye nincs. Ugye? Egyszerű a dolog. Én ismerem a kálmácsai fődeket, zömében 8 aranykoronás földek, és csak azért vették meg, hogy az állami támogatást fővenék. Hát biztos, én nem tudom, de Kálmáncsán, nem ismerem, sokat jár. Kálmáncsán 56 hektár ilyen föld került eddig bérbe, hogy kik vitték el, azt most így nem tudom megmondani. 8 aranykoronás földek. De nem is, nyilván arról szól, hogy az a 69 ezer forint területalapú az úgy jár arra is, hogyha az egy sívó homok, mint hogyha... Tehát nyilván ehhez van. És nem is mivel egy valószínűleg. Gépállomáson voltam a években. Köszönöm szépen, hogy akkor megbeszéltük Kálmáncsát mindjárt itt helyben. Na most nagyon érdekes. Ezért érem. Igen. Ja, így szokott lenni. Tehát van a pályázati rendszerben, erről talán nem beszéltem, de talán köztudott egy olyan pont, a 2-7-es pont, amire a pontok 40%-át lehet adni. Ez pedig az üzleti terv gazdasági és szakmai megalapozottsága, ez a neve. De azt nem mondja meg senki, hogy mitől lesz megalapozott. Ide azt írsz be, amit akarsz. Borsodi mezőségben egyébként most zajlik az a per, már elkezdődött. Tehát büntető eljárás zajlik. Ott előbbre haladt ez a dolog már, mint akár itt, valószínűleg máshol is lesznek ilyen perek. Ahol is ennek következtében a nemzeti parkot, nemzeti parkos területekről volt szó. A nemzeti park nem is vállalta, hogy ő minősítse, hanem kiadták egy ügyvédi irodának. Nem csak Borsodban, máshol is 1000 ilyen pályázatot az ügyvédi iroda bírált el, akinek fogalma nincs, hogy mi az, hogy üzleti terv. Hanem megkapja a listát, aztán annyi esze még egy ügyvédnek is van, hogy beírja a nevet a nyertesek közé. Hogy ő az, aki nyert. Borsodban mondok egy példát, azért már elképesztő, én utána néztem, hogy mi zajlik ott. Lementem direkt, mert a budai azt mondta, hogy ha akarok valamit, akkor menjek le Egerbe, ő nem hozatja föl az aktákat. Hát mondom, akkor elmegyek Egerbe. Leültem Egerbe, egy napon keresztül végignéztem a Nemzeti Parkban beadott összes pályázatot. És találtam olyat, tulajdonképpen most itt zajlik egy másfajta per, az ellen, aki nél találtam ezt az ügyet, én találtam meg, hogy az első helyezett nyertes, aki a végén 496 hektárt így magához kapott, aki egyébként szociálpedagógus, a tipikus kérges tenyerű szociálpedagógus, és a megyei közgyűlés elnökének, fideszes elnökének volt a kampányfőnöke. Tehát ez csak egy mellékszál. Tehát én ebből nem gondolom semmi következtetést, csak megállapítom, mert ez a tény. Ez a jó ember nyert, és egy ugyanezzel az üzleti tervvel, amit itt az előbb mondtam, a 2-7-es pont, szó szerint a betű hibák azonosak, tehát copy. Ctrl-C, Ctrl-V, hogyha számítógépezik valaki, megnyomja a gombot, és akkor átteszi oda, és akkor már ott van a három oldal leírás. Ugyanaz a terv, 40 ponttal kevesebbet kapott, és így lett negyedik az, aki egyébként meg dolgozott ott a területen. Már tudja, hogy mi az, hogy mezőgazdaság. Tehát döbbenetes egyébként, csak így lehet kihozni ezeket az eredményeket. Tehát ott, abban a 40%-ban, ott lehet lezsugázni, ott lehet azt mondani, hogy na, akkor nem te, hanem te nyertél. És ez így is történik. Nem azt mondom, hogy minden esetben, mert van szorványföldek, amit odaadnak. Tehát ezt szeretném mondani, mert sokan olyanok is kapnak, akik
meg ahhoz kellene, hogy a statisztika stimmeljen. Tehát én nem hogy félreértse valaki, aki nyert, hogy én ezzel azt mondom, hogy ő is itt él oligarcha, a fenét. Én csak azt mondom, hogy a területek nagy többségét, néhány elképesztő nagy érdekeltség viszi el, nagy tételben a többiek előtt, és zömében a helyiek előtt viszi el a földet. Tehát nem oda kerül, amiről itt a miniszterről beszélni szokott. A nyertesek lakhely szerinti megoszlása, tehát ugye itt akkor Bágony megyer szerepel, aztán Nagyatád jön, Somogyszob, Siófok, Lajoskomárom, ez nagyrészt az ág és a Pleszenc, meg ebből jön ki, hogy mely települések felé ment el a földnek a haszna, vagy megy el a földnek a haszna. Most talán még annyit, hogy ugyanez az, hogy néz ki, mondjuk, érdekes, hogy hova kerül az országba a földnek a haszna. Tehát mely településeknek nagy az érdekérvényesítő képessége, vagy az onnan pályázók.